Az Erdélyi Múzeum Egyesület 22 évvel ezelőtt csatlakozott az MTA Magyar Tudomány ünnepe novemberi rendezvénysorozatához. Ez a tudományos fórum évről évre megújult, a tudós társadalom találkozásának és szakmai párbeszédének a legújabb eredmények bemutatásának a keretévé vált. Vita Jenikő, az EME elnöke van velem videó kapcsolatban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Hát egy nagyon rövid ismertetőt, egy tényleg nagyon rövid ismertetőt mondtam el így a felkonferáló szövegemben egy mondatot, de azért nézzük meg egy picit ennek a múltját ennek a rendezvénynek. Hogyan kapcsolódott be Kolozsvár, illetve egyáltalán, hogy mióta is tartjuk a Magyar Tudomány Napját. Ugye valahol talán egy kvízben volt még erről szó, hogy melyik az a társadalom, vagy melyik az a nép, amelyiknek per fő a legtöbb Nobel-díja van, és valahol a magyar ott van a legelsők között. Úgyhogy ennek kapcsán is lássuk, azaz van valamiről beszélni magyar tudósokról és tudós társadalomról. Lássuk, mióta ünnepeljük őket. Hát itt Erdélyben, mint mondott, 2002-ben csatlakoztunk a Magyar Tudomány novemberi ünnepéhez. Ez a dátum, az évente megtartott rendezvény időpontja az EME 1859-es alapító közgyűlésére emlékezve, a november 23-a körüli péntekre esik, az idén november 17-én a hagyományosan a Kolozsvár Potestás Teológiai Intézet dísztermében lesz a nyitó ünnepség, ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságával közösen szervezzük, és a hagyományhoz híven a rendezvény fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia, Freund Tamás. A tematika is általában az akadémia szokta minden évben tavasszal meghirdetni a tematikákat. Hát ez is a tudomány, válaszok a globális kihívásokhoz, e körül igyekeztünk, hogy egyes rendezvények e köré fonódjanak, és ezt a témát is felöleljék. Idén 23 rendezvényt szervezünk, az ünnepi plenáris előadásokkal, ami pénteken lesz, ezen kívül 22 úgymond szekciórendezvény, de hát ezek általában a különböző szakosztályok, az EME 7 szakosztálya, a 4 fiók egyesülete, ennek szervezésében, főszervezésében zajlik, illetve 5 rendezvény más intézményekkel közösen szerveződik. Társszervezői voltunk így a Bolyai 200 temesvári tudomány és művészeti fesztiválnak, amely a hónap elején zajlott, ez egy csodálatos rendezvény volt. Mert is ki akartam térni, hogy már voltak ugye rendezvények, tehát hogy igazából mostantól kezdődik az önöké, de hogy már voltak ahhoz kapcsolódó rendezvények? Így van, mint ez a nagyszabású rendezvény, ahol több szervező is kapcsolódott, a Bartók Béla Alapítvány Temesváról, de az Múzeum Egyesület mellett a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bánsági Munkabizottsága, a Szimetri Alapítvány, az Óbudai Egyetem egész nagy számban vettek részt ezen a rendezvényen, ahol a célja az volt, hogy az interdisziplináris gondolkodás szükségességének a hangsúlyozása, kiemelve úgy a kulturális nevelés, tehetséggondozás fontosságát, amelyben mind a család, mind az oktatási intézmények jelentős szerepet kell játszanak. Tehát ez a fesztivál nem egy kimondott matematika-fizika konferencia volt, számos olyan része volt, amely nem csak bemutatta a bolyaiak széleskörű munkásságot, a kertészettől a borászadig, az erdészettől a kemenceépítésig, az irodalomtól a zene elméletig, hanem nyelvészettől az úgymond üdvtanig, hanem koncertek, színház darabok, kiállítás, diákvetélkedők, könyvbemutatók tették színessé, gazdaggá, és persze a bolyai emlékére a bolyai kutatók is ott voltak, illetve az interdisziplinális kutatásoknak a jelentőségét is kiemelve egy-egy előadással. Ez egy csodás összefogás volt, több szereplős,
több intézmény és szervezésében, és ugyanakkor a Temesvár, mint kulturális fővárosnak is egy rangos rendezvénye volt. Milyen érdekes ugye az előbb felsorolta, hogy mitől, meddig, miket fedett le, milyen érdekességeket lehetett látni, amikor az emberek ugye tudományra gondolnak, vagy kutatókra, vagy a tudós társadalomra, akkor valamilyen nagyon komoly, exakt, rideg tudományokra gondolnak, de hogy igazából ezeket is átöleli. Tehát nem is tudom, kemenceépítéstől megkezdve még miket is sorolt fel, milyen disziplinák képviseltették magukat. Igen, egy régebb ugye a polihisztoroknak neveztük ezeket a tudósokat, akik úgymond egy személyes, interdisziplinás gondolkodók voltak, most nyilván ilyen széles látókörű kutatásokat csak is közösen csapatmunkával lehet végezni, ahol több tudomány ág képviselőit, vagy több intézmény vonunk be, és ezáltal lesznek eredményesebb kutatások. A kutatóknak azt az elszigeteltségét is, ahogy feloldja ez a közös munka és a közreműködés, és úgy gondolom ez a novemberi tudomány ünneplése is erről szól, hogy egymásra odafigyeljünk, egymás kutatásait láthatóvá tegyük, ismertévé tegyük. Itt nyilvánvaló, hogy nem csak kimondott komoly konferenciák, szakmai konferenciák vannak, hanem egy szélesebb skálájú rendezvény, amelyben helyet kapnak az emlékülések is, például most volt a pénteken Marosvásárhelyen a gyógyszerészeti kar fennállásának 75 éves évfordulója. Erre is szükség van, hiszen, mint tudott, az orvos gyógyszerész képzés elég nehéz, magyar képzés elég nehéz helyzetben van, és itt is jó volt látni a három generáció közösen, hogy ünnepel, megtisztelve a tanáraikat, elődeiket, emléklapot átadva nekik. A már következő generáció már kinőtte magát, már professzorok, és ott voltak a fiatalok is, akik ezt az oktatást, bármilyen nehéz valamilyen formában, ezt a magyar nyelvű oktatást tovább kell vigyék, szükséges tovább vinni. Ott is volt egy nagyon érdekes kerekasztal beszélgetés, ahol Sipos Emese, a rendezvény főszervezője, a professzorasszony meghívott olyan gyógyszerészeket, akik valamilyen formában a szakmában értékes megvalósításaik voltak, vagy egyetemen tanítanak, vagy egy patika hálózatot tartanak fel, vagy a gyógyszeriparban dolgoznak, nagyon érdekes élettapasztalatot osztottak meg az ott levő közönséggel, és tanácsot adtak a fiataloknak, már csak egyet kiemelve, a patika láncot fenntartó gyógyszerész hölgynek. Ez volt egy gondolata, hogy hát lényegében azt szeretnék valahogy megoldani, hogy a patikában belépő azt a nagyon képzett és sok évet tanuló gyógyszerészt ne egy egyszerű eladónak nézzék. Igen, ugye említette az előbb is, ugye a magyar az orvosképzésnek a helyzetét, és jut eszembe itt ugye a kihívások, azok a kihívások, amelyekkel szemben nézhet mondjuk a magyar tudós társadalom, vagy egyáltalán ez a rétege a magyarságnak. Ugyanakkor pedig a konteók világában élünk, az áltudományoknak a világában élünk, ahol az áltudományosság, az áltudósok átveszik hát bizonyos felületek segítségével a tudománynak a helyét. És ugyanakkor eszembe jut, amit mondott még a beszélgetésünk elején, hogy igazából a célja valahol az is, hogy közvetítsen ez a rendezvény hát a tudósok között, és a tudós és a társadalom között. Hogyan látja ezt? Illetve hogy milyen kihívásokkal néz szembe? Kezdjük talán ott. Egyáltalán a tudomány, a tudományosság, a tudós világ, vagy akár leszűkítve a magyar tudományos világ? Hát a
Pontosan egyik meghívottunk a Kollár László Péter, az egyetemi professzor, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, akadémikus. Éppen ő is ezt próbálja az előadásában ecsetelni, a tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása, küzdelem az új típusú visszaélésekkel című előadásával, hogy nagyon fontos, hogy az új publikálási eljárások kedvező követelménye, például a tudományos eredmények nagyobb láthatósága, gyors megjelentetése és szélesebb bírálói kör bevonásával ne legyenek olyan eltorzító döntések, vagy döntő szakterületi értékelések, amelyek az eredmények a publikálását valamilyen formában elviszi egy üzleti irányban. Vannak érdekes előadások, amelyek a tudománynak a módszereit, szempontjait veszi figyelemben, de ugyanakkor igyekeztünk meghívni más országból, más területről is a másik plenáris előadónk, ami szintén a megnyitón lesz, a Záborowski László, az Egyesült Államokból érkezik honzán a Rutgers Egyetem molekuláris és viselkedési idegtudományi központjának professzora. Egy érdekes, az előadi kolinerg rendszerről fog beszélni, az anatómia funkciója és szerepe a Alzheimer korban, szintén egy nagyon érdekes előadás, és beláthattunk, hogy ő ott távol, mint akadémia külső tagja, mi az, amivel kutat, és tudom, nagy kapcsolatrendszere van, segíti az itteni kutatókat is, és érdekes módon a délutáni fiatal kutatók között találhatunk olyan gyógyszerész kutatót, például a Bába László István gyógyszerészt, aki pontosan ebben a témában a preklinikai Alzheimer kutatás rövid áttekintése a kezdettől napig című eladásával ezt a témát érinti. Hát nem szűkölködünk egyébként ilyen ezekben a disziplinákban nagyok terén. És hogyha azt veszem, például 2023-as év az egy igazán termékeny év volt, és azt hiszem, hogy tudja, hogy mire gondolok. Két magyar Nobel-díj is született. Az egyik pontosan ilyen témában, tehát hogy az orvosláshoz közel álló disziplina. És ha már itt vagyunk, ugye Karikó Katalin neve megemlítődik, mert hogy egyik 50-50%-ban kaptak a magyar tudósok most idén Nobel-díjat, de hadd beszéljünk a magyar tudós nőkről picit, az ő helyzetükről. Ha nem tévedek, és meg nem tudnám már mondani, hogy melyik évben, de most néhány éve olvastam egy ilyen cikket, hogy most már megelőzte a lányoknak a száma, a beiratkozó és végzős lányok száma az egyetemen a fiúkét. Tehát, hogy egyre több lány végez egyetemet, egyre több lány esetleg adja a fejét tudományos pályára. Milyen a tudósnőknek, a magyar tudósnőknek a magyar társadalomban a helyzete esetleg, hogyha bármit is lényegeset vagy különlegeset mondjuk erről érdemes így megemlíteni? Úgy gondolom, hogy javult a helyzet ahhoz képest, hogy valamikor még egyetemet sem végezhettek a nők, és ezt látom, hogy az akadémia is, a Magyar Tudományos Akadémia is ezt támogatja a nőknek a kutatásban való bekapcsolódását, és azt a helyzetét, hogy ők közben ugye mint anyák gyermeket is kell neveljenek, és ne hozzák emiatt hátrányos helyzetben. Úgy látom, hogy lehetőségük van továbbra a kutatásra. Karikó Katalin helyzete egy csodálatos pálya, ahol minduntalan érezhető volt, hogy nem adja fel, nagyon szereti a szakmáját, hite van rá, és akár hányszor nem nyert pályázatot, vagy az állását vesztette el, ő ezt nem adta fel. És ez a hit és a szakma szeretete, ez érződött végig a pályáján, hogy nagyon-nagyon tisztelhető és becsülhető az, amihez végül is eljutott. Ez egy nagyon csodás egyetem. Hát igen, sok magyar lánynak lehet a példaképe, és gondolom egyáltalán sok magyar tudósnak, tehát hogy nem kimondottan a lányokra, hogyha gondolunk. Ugyanakkor ott vannak a helyi nagyjaink. Emlékszem, amikor talán ugyancsak az EME-nek volt a szervezésében egy hát bizonyos est, amin
Kelemen Attiláról talán, hogyha nem tévedek, igen, róla is megemlékeztek, léptető motorokról, amit én akkor életemben először hallottam, vagy találkoztam ezzel a fogalommal, és igazából az vágott mellbe, hogy olyan sokan, olyan nagyot alkottak, akár itt a környezetünkben is nem tudunk róluk. Így van. Gondolom, hogy a Kelemen Andrásra gondolt, Imecs Máriával dolgozott együtt, és sokszor megemlíti tiszteletből a professzor asszony, nem tudja elfelejteni azt, hogy közösen milyen eredményeket éltek el. Egy emlékkötet is készült róla, de nem csak ő volt. Hát több területen vannak nagyjaink, akikre folyamatosan teret adunk a megemlékezésre, így lesz most a Benkő András 100 emlékkonferencia az zenészek által, de már lejárt konferencia által a Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politikai kiemelkedő alakjáról szerveztek rendezvény Csíkszeredában, és de megemlíteném a Grossschmidt 85 polgárjogi konferenciát, a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére a jogászaink csütörtök pénteken tartott rendezvényen kerül sor. És ezen kívül persze az emlékkonferenciákon kívül, az megemlékezési üléseken kívül ott vannak a nemzetközi rangos konferenciák, különböző tudomány ágakon a szakmai rendezvények, tudományos kitüntetések, díjak, könyvbemutatók, koncertek teszik ezeket rendkívüli emlékezetessé, és nyújtanak egy többlet tartalmat a szakmai Így van, és remélem, hogy összeköti úgy a szakmát, úgy a disziplinákat, mint minket, nem tudom, hát a laikus közeget és a tudós társadalmat. Tanárnő, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezekről beszámolt. Tehát az EMMÉ-nek a honlapján, illetve hát a Facebook oldalán gondolom, hogy sokkal több információt még, vagy lényeges információkat még találnak az érdeklődők, úgy az előadásokkal kapcsolatban, mindezzel az ünnepi sorozattal kapcsolatban. Mita Jenikőnek, az EMMÉ elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Szeretettel várok mindannyiukat a rendezvényeinkre.